2009-ben igazolt az MTK női futballcsapatából a Wolfsburghoz, amelyel 3 bajnoki címet, 4 német kupát és 2 BL-t nyert azóta. Tavaly a BL sorozat gól királynője lett, klubja 2020-ig hosszabbított vele, közben a VB selejtezőkre készülő magyar válogatott is számíthat rá. Hát már is kapcsoljuk Jakafi Zsanettet. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Zsanni, kialudtad már magadból ezt a tegnapi skótok elleni 3-0-ás vereséget? Hagytak a többiek aludni? Hát szerintem mindenki megpróbálta magát ezt a meccset tényleg így felemészteni, és mindenki el volt foglalva azzal, úgyhogy igazából mindenki hagyott mindenkit. Na most mi a tanulság? Ugye az EB ezüstérmes dánok elleni keddi éles VB selejtezőre készültök. Van-e hasznosítható tapasztalat ebből a vereségből? Szerintem minden meccsből van hasznosítható tapasztalat. Igazából szerintem tegnap nem játszottunk jól, és ezt mindenki tudja, már mint csapaton belül. Ezeken a dolgokon még van most időnk 5 napunk változtatni, és szerintem az edzésen meg is fogunk tenni érte mindent. Ha belemegyünk a részletekbe, hogy mi nem ment tegnap a csapatnak, amit nagyon másként kell majd csinálni a dánok ellen, akkor milyen részleteket emelnél ki? Szerintem az egyik legfontosabb dolog az a kommunikáció a csapat tagok között, tehát hogy tényleg egymáson segítsünk azzal, hogy mondjuk jó helyre passzoljuk a labdát, vagy ha mondjuk valaki látja az ember, hogy esetleg nincs olyan formában, hogy őt támogatni. Másik dolog egy kicsit bátrabban, tehát szerintem az elején egy kicsit félénken kezdtünk, az, hogy minden játékos elhiggye, hogy meg tudja csinálni az egy az egyet például. Na most neked hogy ment a játék tegnap? Csak a vírus vitt le a pályáról egy fél idő után? Hát a vírus miatt álltam ki, igen. Igazából magamról sem mondhatok sok pozitívumot sajnos. Nekem sem úgy jött ki a lépés, ahogy nyilván elterveztem. Viszont ezt nem csak a vírusra lehet fogni. Hát sok mindenre lehet, majd mindjárt belemegyünk a részletekbe. Szerinted, hogyha a keretet nézzük, azért vannak sérültek és hiányzók, vannak Bundesligában játszó lányok, akik nem tudnak itt lenni. Teljes kerettel sokkal többre vihetnénk? Nyilván meglátszik egy csapaton, hogyha erős játékosok, vagyis hát tényleg kezdő 11-ből játékosok hiányoznak, viszont szerintem vannak itt is olyan játékosok, akik közel kerülhetnek a kezdő 11-hez, és szerintem meg tudnánk ezt oldani. Na most rád visszatérve, és most már nem a vírus, nem mellékes kérdés, hogy teljesen egészséges és fit vagy-e, mármint a térdedet illetően? Igen, az hála Jóistennek, le is kopogom, teljesen egészséges. Mindenesetre a bajnokság már megkezdődött nálatok, ugye te is pályára léptél, már gólt is szereztél. A forma visszanyeréssel hogy állsz? Én úgy vagyok, sajnos már tapasztaltam, hogyha tényleg az ember sérült volt, akkor minimum annyi időt a forma visszanyerésre úgymond szánni kell, úgyhogy igyekszem, viszont nyilván vannak még lemaradásaim. Ha van lemaradásod, tehát akkor fogalmazzuk meg a Jakabfi tétel szerint, amennyi időt sérült voltál, annyi idő kell ahhoz, hogy utána visszanyerd a formádat. A játékod részleteiben mi az, ami a legnehezebben megy ilyenkor neked, hogy visszahozzad arra a szintre, ami a sérülés előtt volt? Hát nekem személy kondícióval, hála Jóistennek, nem szokott baj lenni, nekem inkább tényleg a fejben való gyors döntés az, ami egy kicsit tovább szokott tartani. Nyilván ugye az embernek nincsen annyi meccs tapasztalata, meg most 7 hónap után ez volt a 3.-4. meccsem, és tényleg a fejben való döntésnek a gyorsasága az, ami nekem általában egy kicsit később szokott visszajönni, vagyis hát a meccsek. Wolfsburgban erre a szezonra mik a terveitek nyilván a címvédésen kívül? Igen, a legfontosabb az a bajnoki cím, ugye a címvédés, viszont szerintem most már lassan ideje megint bajnokok ligáját nyerni. Nyilván ez nem olyan egyszerű, mint ezt kijelenteni, viszont én nagyon szeretném, és a csapat is. A Bundesliga elsőség az nehezebb lesz, mint tavaly, hogyha megnézed a riválisokat, hogy hogyan változtak ők?
Igen, mindenképpen nehéz lesz, mert ugye a Bundesligában még egy utolsó helyzet csapat ellen sem lehet biztos a 3 pont, főleg, hogy tényleg a nagyobb riválisaink a Bayern is, és a Potsdam is ugye erősített, viszont szerintem ez nem csak ebből a 3 csapatból áll ez a Bundesliga, és pont ezért lesz nehéz. Na most, Zsani, hogyha újra szeretnél BL-t nyerni, 2014-ben volt legutóbb részed ebbe a Wolfsburggal, akkor hát azért azt tegyük hozzá, hogy az elején is említettem, hogy a sorozat gól királynője voltál az elmúlt szezonban. Az megfordult a fejedbe, hogy gondolkodtál azon, hogy ha a további sorsdöntő találkozókon ott lehettél volna, akkor másként lett volna. Mi lett volna, ha az elmúlt szezonban? Hát ennek a mi lett volna hának nem vagyok a híve, mert úgy érzem, hogy nálunk is ugyanúgy, tehát Wolfsburgban is egy játékos kiesését is lehet pótolni. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha azért egy Lyon ellen tényleg nehéz, viszont örültem volna személyesen annak, hogyha ott lehetek, és pláne nem egy ilyen sérülés miatt a TV előtt nézem a meccset. Idén is a Lyon lehet a legnagyobb ellenfél, ha sikerülne eljutni a döntőbe, és sikerülne az, amit az előbb megfogalmaztál célként, hogy újra BL-t kéne nyerni. Szerintem nem csak a Lyon a legnagyobb ellenfél, nyilván, hogy a Lyon az egyik legjobb csapat tényleg a sorozatban, viszont ugyanúgy ott a Chelsea, a Barcelona, akikkel idén számolni kell, szerintem az Atlético Madrid, akiket kaptunk most az első körben is, elég jó csapat, szóval tényleg most már úgy érzem, hogy a női csapatok is elértek egy komoly szintet, ahol nem lehet mindig azt mondani, hogy sima meccs lesz. Ugye a sérülésed ellenére szerződést hosszabbított veled a Wolfsburg. Igazából soha nem gondoltál arra komolyabban, hogy máshol próbálkozzál? Miért érzed magad ennyire jól ennél a klubnál? Én úgy érzem, hogy tényleg 2009 óta tényleg nagyon sok idő telt el, és a Wolfsburgban nagyon sok mindent megéltem, tehát voltak nekünk rossz időszakaink is, jobbak is, aztán tényleg felértünk úgymond a csúcsra, és úgy érzem, hogy ez egy olyan szerelem úgymond, amit másfajta ajánlatokért az embert nem hagyna el, és én nagyon jól érzem magam, nagyon jó sok barátom van, volt munkahelyem, úgyhogy igazából minden megvan ott, amire nekem szükségem van. Szerelmes és hűséges típus vagy, maradjunk abba. Azt jól tudjuk rólad, hogy a német válogatottság az meg sem fordult a fejedben. Fogalmazhatok úgy, hogy te először vagy magyar, és csak utána futballista. Igen, ez tök jó. Leírja azt, amit érzek, köszi. Miért jó játszani ebben a magyar válogatottban, hogyha már elmondtad, hogy milyen jó a légkör, és milyen jó ez a klub a németeknél? A válogatott, mint közösség, milyen számodra? Számomra ugye nagyon sok régió ismerős van itt tényleg, akiket több 10 éve ismerek, úgymond, vagy hát 10 éve. És velük is nagyon sok mindent megéltem, még anna az MTK-ban, vagy még U19-ben, és szerintem elég jó közösség vagyunk, és azért is szeretek itt lenni, mert szeretnék része lenni annak a női válogatottnak, akik valamikor tényleg valami nagyot elérhetnek. Erre a következő lehetőség itt van, jönnek a VB-selejtezők, jönnek a dánok, nincs könnyű csoportotok, van-e esélyünk a kijutásra? Hát én nem szeretek amúgy így fogalmazni, nincs könnyű csoportunk, mert szerintem egy VB-selejtezőn alapjáraton véve, hogy aminket a negyedik vagy harmadik alapból sorsolnak, kivárható az, hogy tényleg minimum 2 kemény ellenfél lesz benne, aztán a többit meglátjuk. De én úgy érzem, hogy nyilván svédekkel és a dánokkal megkaptuk 2 lehető legjobbat. Ugye a dánok most Európa bajnoki döntőt játszottak, a svédeket sem kell bemutatni, ott vannak az ukránok és a horvátok. Tényleg erős a csoportunk, de én úgy érzem, hogy ezzel nekünk nem kell foglalkozni, és meg kell tennünk mindent. Meg kell verni kedden a dánokat, igaz? Nem ilyen egyszerű, persze így nem lehet megfogalmazni szerintem, viszont hogyha a tavalyi német meccsből indulunk ki, amit itthon játszottunk, fegyelmezett védekezéssel tényleg jól játszottunk, a németeknek nem sok esélyt hagytunk, szerintem ebből ki lehet indulni, és ez tényleg az akarattól is függ. Na hát akkor hajrá lányok, hajrá Zsani, és akkor minél gyorsabban visszanyerni azt a bizonyos formát. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Szia!